Üdvözöllek a konyhámban! Lazacot készítünk, sajtmártásban besütve. A hozzávalókat már előkészítettem, fogjunk hozzá. Vegyünk két szelet lazacot, egy szál zöld hagymát karikára vágva, 2-2 és fél deka vajat, 8 dekányi reszelt gouda sajtot, egy kis csokor kaprot összevágva, 2 evőkanálnyi olívaolajat, egy deciliternyi tejszínt, ízesítésnek sót, fűszerezésnek borsot vagy borskeveréket, és egy csipetnyi kaján borsot. A lazacfilék mindkét oldalát megkenem a kifacsart citromlevével. A filék mindkét oldalát ízesítem sóval, és fűszerezem borssal. Egy edényben felforrósítom a vajat, és a karikára vágott zöldhagymát megfuttatom rajta. A hagymát felöntöm a tejszínnel, ízesítem sóval, fűszerezem borssal, és a csipetnyi kaján borssal. Az egészet fölforralom, hozzáadom a reszelt gouda sajtot, a sajtot megolvasztom benne, simára kavarom, majd hozzáadom a kaprot. A mártást félreteszem. Egy cserpenyőben kevés olívaolajat forrósítok, és a lazacok mindkét oldalát elősütöm. Az elősütés másfél percet vesz igénybe oldalanként. A lazacot megfordítom, közben egy hőálló edényt vajjal kikenek, és ebbe az edénybe helyezem a lazacokat. A lazacokra ráöntöm a kapros sajtmártást, és 180 fokos sütőben körülbelül 10 perc alatt készre sütöm. A lazacunk elkészült, tálalhatunk. Tálalhatjuk ízlésünknek megfelelő körettel, én most brokkolis makaronival tálaltam. A lazachoz jó étvágyat, tartsatok velem legközelebb is, legyen ízes a napotok, sziasztok!